estét kívánok! Az elmúlt hét nap legfontosabb és legérdekesebb kerületi eseményeiből válogattunk önöknek heti hír összefoglalónkban. Közel 4 évtized elismerése. Beknék Krem Andrea érdemérmes. Reggel locsolkodás, este buli. Húsvéti táncház a Szilassal. Zenés húsvét. Kormina konzort koncert az evangélikus nagy templomban. Hímző szakkör a Kozák téren. Nulláról kezdték, aztán díjat nyertek. Tíz kerületi személy, illetve szervezet találtatott méltónak idén a Rákospalota Pestújhely Újpalota érdeméremre. Egyikük Beknék Krem Andrea, a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. Érdemérmeseket bemutató sorozatunkat most vele folytatjuk. Lassan 40 éve tanít és nevel, lassan 40 éve, hogy életét a gyerekeknek szentelte. És lassan 40 év kellett hozzá, hogy elkötelezettségét magas kitüntetéssel ismerjék el, de idén megtörtént. Beknék Krem Andrea, a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola igazgatója lehetett annak a 10 főnek az egyike, akit az önkormányzat méltónak találta a Rákospalota Pestújhely Újpalota érdeméremre. Különleges, egészen különleges érzés. Az ember úgy van vele, hogy nem számítanak a díjak, meg nem azért dolgozik az ember, de amikor megérkezik egy ilyen megkeresés, akkor meglepődünk. Legalábbis én meglepődtem, és úgy eltoltam a rengeteg sok feladat közepet, hogy hát igen, majd eljövünk ide. Aztán majd itt leszünk, és ez jó lesz nekünk. De aztán amikor belép az ember, akkor átéli azt az ünnepélyességet, amit egy ilyen nagyon szépen és igényesen megrendezett ünnepénél az ember megélhet. Meglepőek azok a szavak, amiket mondanak rólunkat, kéne az ember nem is érti szinte a felét. Úgyhogy én nagyon köszönöm azt, hogy ebben részem volt, és megtisztelő az az elismerés, amit átvehettem, úgyhogy köszönöm szépen. A díj átadását közvetlenül megelőző méltatásban úgy fogalmaztak, Beknék Krem Andrea a kerületben végzett több évtizedes lelkiismeretes pedagógiai munkájáért, példaértékű, áldozatos vezetői tevékenységéért részesül az elismerésben. Felettesei, kollégái és a rábízott gyerekek szülei szerint is megérdemli a díjat, már csak azért is, mert kezdettől fogva mindent megtett annak érdekében, hogy ne csak jó legyen, ahogy ő szokta mondani, László Gyulásnak lenni, de eredményeket is hozzon az iskola választás. Ennek köszönhető, hogy a 15. kerület egyébként is legerősebb oktatási intézményének tekintett iskola idén a legjobb 100 között a 61. helyen végzett, méghozzá országosan. Adja magát a kérdés, ilyen karrierút és ilyen eredmények után van-e tovább, van-e feljebb? Biztos, hogy van még tovább, de azért a pedagógus pályának a 4/5-én már, egy sikeres pedagógus pálya 4/5-én túl vagyok, hát ezzel azért tisztában vagyok. Most már én szemlélődni szeretnék, én most már szeretném látni a következő generációt, akire majd átadhatom azokat a terheket, azt a tudást, amit mi az évek során megszereztünk, amit én annak idején megtanultam az elődeimtől, Csonti Zsuzsától, aki szépen türelmesen tanítgatott. De ez is olyan érzés, mint a tegnap lett volna. Hát az idő az már csak ilyen. És olyan is, hogy lassan ugyan, de azért meghozza az eredményeket. Idén többek között Beknék Krem Andreának. A húsvét nem csak ünnep, de számos néphagyományt őrző esemény is. A Szilas sem csak táncegyüttes, de épp úgy a múlt őrzője és továbbadója is. Ha pedig e kettő, a húsvét és a Szilas találkozik, abból nem akármilyen ünnepi táncház kerekedik. A Rákospalotai Szilas néptáncegyüttes nem csak a néptánchoz kapcsolódó hagyományokat őrzi, gyakorolja és viszi tovább, de azoknak is figyelmet szentel, amelyekben a magyar népi kultúra, különösen a Rákospalotához köthető is megjelenik valamilyen formában. Például az egyház legfontosabb ünnepe a húsvét révén. Húsvét hétfőre szervezett táncházuk így érthető, sőt természetes módon az ünnep köré szervezve várta a hasonlóan gondolkodókat. Ezt megelőzte egy húsvét hétfői locsolkodás, ami már úgymond hagyománya nálunk az együttesbe. Reggel 7.30-tól már gyülekezünk a fiúkkal, felszállunk a lovaskocsikra, idén már két lovaskocsival is tudtunk indulni a menetre, saját zenekarral, és 6 állomásra mentünk. Egészen délután 2 óráig tartott ez a menet, a házak között énekeltünk, minden háznál locsoltunk, utána táncoltattunk,
ettünk, ittunk, jól éreztük magunkat, és most pedig eltelt a kis pihenőidő, és most kezdődik a húsvét hétfői kis táncházunk, a locsolóba állunk, ápoljuk és őrizzük a hagyományainkat. A húsvéti táncház alkalmával nem előadást kaptak a vendégek, hanem lehetőséget arra, hogy kipróbálják magukat. Itt most inkább próbáljuk azokat a táncinkat elővenni, amelyet a jelenlévők miatt táncolnánk, alkalmazkodunk a gyerekekhez, felnőttekhez. Igazából azért van ez az est, hogy jól érezzük magunkat, és kiadjunk minden eddigi gőzt. Ez egy nyílt táncház, szóval bárki a kerületből, a városból, az országból megjelenhet itt nálunk, de általában a legtöbb vendégünk az a helyi táncosunk az együttesből, úgyhogy általában mindig úgy készülünk, hogy egy gyerekeknek való kis táncházzal, polgári táncokkal, és utána így megyünk följebb a korosztályokba. A könnyebb táncoktól a nehezebbekig. Természetesen bárki szabadon beállhat, aki ismeri az adott táncanyagot, az táncolhatja szabadon, aki meg nem ismeri, ahhoz megállnak itt oktatók, és akkor ők egy kis körben tanítják őket, és ők is jól érezhetik magukat természetesen. Sosem lehet tudni, ki, mikor és miként kap kedvet a tánchoz. Előfordult már, hogy egy vendég éppen egy ilyen alkalommal köteleződött el a szilas mellett. Már voltak, akik külsősként megjelentek nálunk, nagyon sokáig itt a sarokban nézték csak, hogy mi történik, akkor megkértek minket, hogy tanítsuk őket, és a mai napig is az együttesünk tagjai. A Rákospalotai Szilas Néptánc Együttes rendszeresen szervez táncházakat, melyek szabadon látogathatók, és amelyek keretében bárki életkorra és nemre való tekintet, sőt akár előképzettség nélkül is bátran kipróbálhatja magát. Sosem lehet tudni, lehet, hogy éppen így jön meg a kedve a néptánchoz. A húsvét a legkisebbek számára a legizgalmasabb. Nekik adott lehetőséget a ráhangolódásra a Kanga Klub vasárnap a kikötő ifjúsági központban. A megszokottal ellentétben kivételesen nem szombaton, hanem vasárnap gyűlt össze Újpalota apraja. A Kanga Klub ugyanis húsvéti foglalkozását az ünnep előtti utolsó hétvégére időzítette. A programnak a kikötő adott otthont és a megszokott változatosság jellemezte. A kézműves foglalkozás középpontjában a nyúl állt és a húsvét. A kicsik egészen egyszerű technikákkal és egy pici segítséggel nagyon szép alkotásokat készíthettek, amit aztán otthon az egész család megcsodálhatott. A Kanga Klub az ünnepek után is várja az érdeklődőket. Hétközben a Hartyán közbe, ahol foglalkozások széles skálája segíti a legkisebbek kikapcsolódását, a finom motorika játékos fejlesztését, és persze az anyukáknak is nyújt egy kis feltöltődést. A Megint 30 rendezvénysorozat legutóbb éppen a húsvéti hétvégén várta az idősebbeket. Az ünnep okán pedig nem is akármivel és akárhol, hanem a Corvina Consort koncertjével a Rákospalotai Evangélikus Nagytemplomban. Lassan két éve minden hónap 30-án délután este különleges programmal várja az érdeklődőket a Csokonai egyik legsikeresebb sorozata, a Megint 30. Legutóbb a húsvéthoz kapcsolódóan készültek különlegességgel, ráadásul a húsvéthoz nagyon is illő helyszínen, egy templomban. Ez azért volt egy különleges alkalom, mert hogy húsvét időszakára esett pont ez a dátum, szombatra, úgyhogy egy különleges helyszínt is kerestünk ehhez az ünnepi alkalomhoz, és mivel ez egy reneszánsz dalokból összeállított anyag volt, amit kifejezetten a kórus erre a húsvéti alkalomra állított össze zsoltárokból és egyházi énekekből, ezért ennek egy olyan helyszínt kerestünk, ami ehhez méltó, és így találtuk meg a régi Fóti úti evangélikus templomot, a nagy templomot, ami örömmel fogadta ezt a programot. Azt gondolom, hogy a Megint 30 történetében volt különleges, hogy épp egy ilyen ünnepi alkalomra esett a 30-a. Másfél éve tartjuk ezeket az alkalmakat, lassan a 20. ilyen Megint 30-as hónapfordulóhoz érünk, és még nem volt ilyen, hogy ünnepre esett volna a 30-a, úgyhogy ez inkább a mi történetünkben volt érdekes. A templom történetében pedig azért, mert mikor még beszéltünk erről az alkalomról, akkor nem tudták, de az oltárkép felújításra szól. És a templomot be is kellett zárni emiatt, úgyhogy az egész húsvéti ünnepkört már a Juhos utcai kis templomban ünnepelte a gyülekezet, és kifejezetten erre az alkalomra nyitották meg csak a nagy templomot, ahol már le is vették azóta az oltárképet, és elvitték restaurálni.
A Megint 30 sorozat természetesen folytatódik. Legközelebb április 30-án várják az érdeklődőket, méghozzá különleges apropóból és különleges programmal. Április 30-a nagyon közel van az április 29-i tánc világnapjához, úgyhogy akár csak tavaly idén is a mozgásnak szenteljük ezt az alkalmat. Nagyon nagy sikere volt tavaly annak, hogy az összes csokonai közösségi házba tartozó mozgásformát bemutattuk ezen az április 30-ai alkalmon. Most pedig a Dózsa György gimnáziumnak a tánc tagozatát fogjuk vendégül látni, akik már egyszer bemutatták az Annó Fesztivál a Villanások című előadásukat, úgyhogy itt megint az idősek és a fiatalok generációk találkozásáról lesz szó április 30-án. Először a fiatalok mutatnak be egy gyönyörű koreográfiát, utána pedig mi magunk is bekapcsolódunk és táncolni fogunk, koreográfiát tanulunk, tornázunk, úgyhogy a mozgásnak szenteljük ezt a napot. Aki tud táncolni és szeret is, annak azért, aki nem tud, de szívesen kipróbálná, annak meg azért ajánljuk a Megint 30 áprilisi, a Tánc Világnapjához kapcsolódó rendezvényét. Megosztó desszert sokan ki nem állhatják, és vannak, akik szó szerint az életüket adták érte. Vasárnap a mocsi készítés rejtelmeiből kaphattak ízelítőt azok, akik szeretnék ezt az édességet veszélytelenül elkészíteni. Rendhagyó kézműves foglalkozásra várták a Kozák téren az édességek szerelmeseit. Autentikus mocsi készítő workshopon sajátították el a méltán híres és népszerű japán rizssütemény elkészítésének alaplépéseit a résztvevők. A ragacsos, rizsliszt alapú finomság eredetileg japán újévi étele volt, de manapság már egész évben fogyasztják. Számtalan ízben és töltelékkel készülhet, és bár ezek leírata az interneten is fellelhető, a jelentkezők magas számából egyértelmű, hogy jobbnak látják önök is rutinus szakembertől megtanulni, milyen is az igazi mocsi. A szervezők két turnust is indítottak, hogy mindenkire elegendő figyelem jusson, és végül sikerélményekkel gazdagon távozhassanak a programról. A Kozák téri közösségi ház hímző szakköre az egyik legnépszerűbb kézműves foglalkozás. A közhiedelemmel ellentétben a hímzés nem csupán a kemence mellett bóbiskoló nénik unaloműző tevékenysége, olyannyira nem, hogy a kör tagjai között bizony fiatalok is vannak. Valamikor még az 1970-es években élte modern reneszánszát a hímzés, ami ma ismét hódít, és egyre több fiatal is talál rá különféle szakkörökben, például a Kozák téri közösségi házban működőben. A Nemzeti Művelődési Intézet meghirdetett egy olyan programot, ahol szakköröket szervezhetnek az intézmények. Itt most a Kozák téren is egy ilyen szakkör működik, ezek öt fő szakkörök lennének, de ahogy meghirdette a rendezvényszervező, az öt fő helyett jelentkeztek 15-en. Azokat az öltéstechnikákat, amit régen minden asszony és minden lány tudott, azt ma már nem tudják, hiszen az iskolában nem tanítják. És erre ez az alkalom nagyon jó, mert így tudják egyedivé tenni a ruhatárukat, vagy a lakásaikat is, hiszen a boltokban ott van a tucatáru, szépek azok a holmik, de mégsem egyediek. Így viszont mindenki ezzel a tudással, amit itt megszerez, egyedivé teheti ruhatárát és a lakását is. Legyen bármilyen hihetetlen is, elsősorban az jár jól a Kozák téri hímző szakkörben, aki abszolút kezdőként érkezik. Én azt szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy jó az, ha valaki már egy öltéstechnikát tud, mert lehet, hogy egy rossz öltéstechnikát sajátított el, hogy sokkal jobb az alapoktól kezdeni, hogyha a szakembertől tanulja meg azokat az öltéseket, amit a leggyakrabban használunk. Mindig egymásra épülnek ezek az öltések, egyre bonyolultabb öltésekhez jut el, és legvégén a úri hímzésben van a legtöbb öltés, és a legaprólékosabb, azt is meg tudja csinálni az a szakkörös, aki beiratkozik egy ilyen tanfolyamra, vagy egy ilyen szakkörbe. A Kozák téren elindított szakkör komoly eredményeket is felmutathat már, köztük egy olyat, amire a hosszú évek óta működők is nyugodtan irigyek lehetnek.
voltak, kitették a szűrét, Berettyó Újformán ilyen pályázat, ahova mi, mint hétszínvilágszakkör pályáztunk, a Békés megyei szűcsémzésnek a motivumait használtuk föl mai funkciójú tárgyakra, és ott harmadik díjat kaptunk. Sőt, most Békés Csabán még mindig áll az a két kiállítás, amit a Nemzetközi Textil Fesztiválra készítettek, vagyis erre írtak ki pályázatot, és ide is küldtünk be alkotásokat, és a 1400 alkotás között ott vannak a mélyeink is. Egy frissen, ráadásul többségében kezdő hímzővel alakult szakkör esetén ez óriási eredmény, és már csak ebből is látszik, hogy a hímzés, tűnjön bármi bonyolultnak is, egy kezdő számára is gyorsan hozhat komoly sikereket. Aki lemarad, az kimarad. Ez is lehetne a 21. század szlogenje, ha évszázadoknak volna olyan. Tény és való ugyanakkor, hogy a rohamosan gyorsuló világból az idősebb korosztály lelemaradozik, sőt, már-már egyenesen fél is tőle. Nekik és az ő érdekükben indult foglalkozás sorozat a Csokonaiban Netmester néven, hogy legyen, aki segít felzárkózni. Elszalad mellettük a világ, legalábbis így érzik az idősebb generáció tagjai, amikor olyan eszközöket kellene teljes természetességgel használniuk, ami teljesen idegen számukra. Tudják, érzik ők is, hogy ma már alig ha lehet bizonyos digitális eszközhasználati készségek nélkül boldogulni, és szerencsére sokan igyekeznek is beletanulni a 21. századba. Hogy ehhez segítségre van szükségük, az csak természetes, és itt lép be a képbe a Netmester Klub, ami jó okkal célozza éppen ezt a korosztályt. Elsősorban időseknek szól, akik olyan céllal jönnek ide hozzánk, hogy az alapvető informatika eszközök használatát megtanulják, tudjanak tájékozódni a virtuális világban. Én összegyűjtöttem vagy 15 témát, ami szerintem számukra hasznos lehet, találkozhatnak vele az életben, és ők megszavazták, hogy mit szeretnének, és azok alapján haladunk. Ilyen témák vannak, mint például a biztonságos internet használat, álhírek felismerése, útvonaltervezés, nyaralásnak a szervezés az interneten keresztül, maga a keresés, hogy hogyan lehet hatékonyan keresni. Néhányan megszavazták, lehet, hogy azzal is foglalkozunk, hogy ilyen alkalmazások készítése, szövegszerkesztés, hogy mondjuk egy plakátot össze tudjanak tenni, hogyha szeretnének, vagy valamilyen kis meghívót, oklevelet készíteni. A következő témák majd az álhírek után az elektronikus levelezés lesz. Hogyan kell megírni, mit jelent az, hogy másolat, hogyan csatoljunk például egy képet egy levélhez, adott esetben videót, hogyan továbbítsunk. Ugyanígy természetesen a közösségi oldalak használata is téma lesz, de azzal is fontos foglalkozni, hogy a számítógép, a tablet és a mobiltelefon csupán eszközök, amit éppen úgy lehet megtanulni kezelni, ha az ember bátran próbálkozik, és éppen ez az, ami a legtöbb esetben még nem megy. Ez itt is jellemző, tehát mindenképpen kell a pozitív megerősítés, hiszen ugye számukra ez egy teljesen új világ, ami 10-15 éve jött be. Úgyhogy mindenképpen kell nekik egy kis kitartás, meg egy kis bátorság hozzá, hogy tudják használni. De én nagyon remélem, hogy itt a képzés során elsajátítják azokat az alap dolgokat, amelyek után már ők kicsit bátrabban, merészebben, de mégis biztonságosan tudnak majd internetezni, különböző applikációkat használni. Jelentsen bíztatást, hogy ma már 3 évesek is készségszinten használják ezeket az eszközöket és felületeket, vagyis nem különösebb ördöngösség megtanulni a használatukat. Bátorság kell csak, meg némi bíztatás, és persze az is jól jön, ha van, aki idegen vezetőként avassa be őket mindebbe. Erre van a Netmester Klub. Közeleg az iskolai beiratkozás napja, tudnivalók kisgyermekes szülőknek. Nem minden 6 éves iskola érett. Felkészült pedagógusokkal menthető a helyzet. Meséld el Amandának. A következő vendég Varga Viktor. Nagyszüleimmel a kertben és a természetben. Alkotói pályázat óvodásoknak és általános iskolásoknak. Két hét és nincs visszaút.
az iskolás korba lépő gyerekek következő évei április 18-ától dokumentáltan is az iskoláról szólnak majd, ugyanis közeleg az iskolai beiratkozás napja. Tavaly ősz óta tartanak a kerületi általános iskolák iskolanyitogató programokat, ahol a leendő kis elsősök és szüleik megtekinthetik azt, hogy néz ki az adott intézmény, milyen stílusban tanítanak az ott dolgozó pedagógusok, illetve hogy egyáltalán milyen az iskolában a légkör. Április közepén pedig elérkezik az az időpont, amikor végre hivatalosan is jelezniük kell, melyik iskolát választották, hová szeretnék iratni a gyermeküket a szülők. Április 18-án és 19-én 8 és 19 óra között iratkozhatnak be a 2024-25-ös tanévre azok a tanköteles korú gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. A felmentést már meg kellett kapják az engedélyező szervtől azok a családok, akiknek gyermeke plusz egy évet óvodában tölt majd. A szülőknek idén is lehetősége van arra, hogy előzetesen a Kréta felületén keresztül elektronikusan megküldjék gyermekeik adatait az iskolának. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából. Az általános iskolák felvételi körzeteit az Északpesti Tankerületi Központ és az iskolák honlapján is megtalálhatják. Hat éves kortól kötelező megkezdeni az iskolai tanulmányokat, ám nem minden hat éves van felkészülve arra a változásra, ami az óvodai évek után az iskolában várja. Abban, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen, a szülőknek és a pedagógusoknak is óriási szerep jut. Rendelet írja elő, hogy a 6. életévét betöltő gyermeknek iskolában a helye, akkor is, ha a pedagógusok tapasztalatai szerint ezt így ebben a formában nem volna tanácsos előírni. A gyerekek jó része ugyanis több szempontból sem tekinthető teljes mértékben iskola éretnek, és bár a pedagógusok minden tőlük telhetőt megtesznek a felzárkóztatásért, az első iskolai hetek és hónapok, még a legmeghatározóbbak egyébként egy gyerek életében, éppen hogy tele lesznek a gyerek számára nehézségekkel és így rossz élményekkel. Az új rendelet szerint 6 évesen jönnek a gyerekek iskolába. Rengeteg statisztika mutatja azt, hogy ez nagyon korai. Tehát a bukás arány rendkívül magas. Én személy szerint nem tartom jó ötletnek ezt, bár nagyon sok kisgyerek elég érett ahhoz, hogy elsős legyen, de hát fizikailag ugye az első fogak kipotyogása, az ízületeknek a porcosodása, tehát megvannak a fizikai jelei, illetve hát eljön az az idő, amikor a gyerek már unja az óvodában a játékot, ez nem jelenti azt, hogy az iskolában nem szeret játszani, csak másképp szeret már játszani. Hát nagyon nehéz kérdés. Kicsit hagyni kellene jobban azt, hogy aki még játszani szeretne, az hadd maradhasson az óvodában, de nyilvánvalóan nem én vagyok a jogalkotó. Látom azt, hogy a kicsik nagyon kicsik, de tulajdonképpen még ovisok, és ami korábban 3 hónap volt beszoktatási idő, kezdtek az óvodásból iskolássá válni, az most jó néhány osztálynál 4-5 hónap, nagyobb türelem kell, át kell gondolni a kollégáknak, hogy lassabb tempóban kell haladni, tehát ezt már régességgel felejtettük, hogy decemberben a gyerekek olvasnak. Másik szempont pedig az, hogy én azt látom, hogy az érzelmi és az értelmi IQ nagyon elválik. Tehát sokszor nagyon okosak a gyerekek, viszont szociálisan még nem eléggé fejlettek. És ez is nagyon sok problémát vet fel. Tehát itt azért a testnevelés órák, a közös programok, le kell jönni ebédelni az ebédlőbe, tárcát kell vinni már ugye második fél évtől, de másodiktól mindenféleképpen, de hogyha csak azt mondom, hogy a cipőfűző bekötése. Megoldottuk tépőzárt, csak hát azért ez nagyon nehéz dolog. Ezek a részképességzavarok, a lemaradások, a hátrányok, ezek mind lassítják a gyerekeket, de hát ugyanoda kell eljutni. Tehát, hogy van-e megfelelő szakember gárda ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket egy kicsit megsegítsük, és hát van. Nálunk például van. Egy nagyon komoly segítőcsapat van, akik már nagyon olajozottan tudnak dolgozni, de hát extrém esetek mindig vannak. Az iskolai érettségben mutatkozó hiányosságok a tanárok és a szülők aktív közreműködésével persze orvosolhatók, de hogy ez mennyi időt és energiát vesz igénybe, az gyerekenként eltérő lehet. Tartson bármeddig, a gyerek érdekében az a legjobb, ha mindennek ellenére csak jó élményeket szerez az első időszakban, hiszen ez nagyban meghatározhatja majd a későbbiekben az iskolával és úgy általában a tanulással kapcsolatos hozzáállását, végeredményben pedig az önmagába vetett hitet is. A
Senior Tudástér címen márciusban elrajtolt előadássorozat az időskorhoz kapcsolódó szellemi és fizikai állapotromlás okainak megértéséhez, illetve az egészség megőrzéshez és az állapotjavuláshoz szükséges lépések megtételéhez kíván segítséget nyújtani. Azt mondják, az ember leginkább csak akkor hajlandó, akár drasztikusan is változtatni az életmódján, ha már nagy a baj, például ha betegség kényszeríti rá. De ahogy egy betegség, úgy az idősödés okán bekövetkező képesség és fizikai állapotromlást sem kell természetesnek venni, legalábbis nem azzal elhesegetve a dolgot, hogy ez az élet velejárója. A helyzet az, hogy igenis lehet időskorban is jó szellemi és fizikai állapotban élni, csak hát, és itt jön a neheze, tenni is kell érte. Az első lépések egyike a motiváció megtalálása. Ez utóbbiban igyekszik segíteni a Senior Tudástér legközelebbi vendége, Rozbora András paralimpikon, aki saját életét és küzdelmeit állítja jó példaként mások elé. A világéletemben nagyon sok mások által nehézségnek vélt. Általam csak ilyen életszituációk hoztak, amiben sokszor kellett az, hogy az ember ne adja föl, és az agyban pörögjön, hogy ezt nem szabad feladni. És ugye ennek a programnak a keretében is erről szeretnék majd áprilisban beszélni, hogy én hogy élek meg bizonyos nehézségeket, amivel nyilván, hogy a egészségügyi állapotom miatt, szóval én hamarabb kerülök olyan szituációkba, amiben mondjuk egy épp ember csak időskorában fog szembesülni, ugye, tehát ugye ha már nehezebben tud járni sokszor, ugye nekem csípőprotézisem van, tehát hogy az milyen, tehát hogy az ember életében nagyon sok olyan dolog történik, amiben szeretne erőt meríteni, hogy más hogyan tudja ezt túlélni, túltenni magát rajta, újabb perspektívát találni az életben, és erről szólna az én előadásom, hogy én hogy éltem meg a mindennapi küzdelmeimet, mind a sportban, mind persze ugye az egészségügyi állapotomból kifolyólag, ugye a műtétek, illetve egyéb nehézségek árán, és így jött az ötlet. Hihetnénk, hogy könnyen beszél, aki kisgyermek korától fogva sportol, ráadásul versenyszerűen. Hihetnénk azt is, hogy kevés lesz az ő példája ahhoz, hogy valaki 60-70 évesen, vagy akár még idősebb korában mozogni kezdjen, pedig ő csupán a motiváció megtalálásában segít. Annak a motivációnak a megtalálásában, amiért bizony neki is meg kellett küzdenie, ráadásul úgy, hogy olyan akadályokkal is találkozott, amikkel az előadás sorozat hallgatói soha. Én világéletemben sportom, illetve nagyon sok fajta sportot kipróbáltam, de igazából mindig önmagam miatt, hogy ne épüljek le. Tehát ugye az, aki folyamatosan kerekesszékben ül, annak ugye nagyon sok hátproblémája van, hátfájdalom, mert ugye a gravitáció húzza a gerincét. Tehát én nagyon sokszor csak olyan sportot csináltam, ami pont azért volt ilyen rekreáció, tehát hogy ne az, nem versenysportban, hanem csak sportoltam, és ugye hát mostanában az elmúlt 10 évben, illetve 15 évben, mert táncoltam is versenyszerűen, tehát ugye azok a versenyek, vagy például a kajakozásom, ahol világbajnoki címet elértem, ott nyilván, hogy az nem a rekreáció szól, hanem önmagam bizonyítás, az önmagam, hogy képes vagyok-e odaállni a világ elé, és megmutatni, hogy tudok a legjobb lenni a világon. Ez egy más motiváció, persze, ehhez kell egy belső személyiség, aki nyilván az élsportban hely tud állni, de az, hogy minden nap tegyek azért, hogy az egészségem ne romoljon, ahhoz csak önmagunk kell. És én azt gondolom, hogy ehhez tudok segítséget, vagy tudok olyan dolgokat mondani az előadásomban, amire azt mondja az ember, hogy hát igen, én erre ezt nem is gondoltam, vagy ebből a perspektívából nem is gondoltam erre. És azt tapasztalom, hogy az épp emberek, akik életükben nem sportoltak, abból merítenek szerintem erőt, hogy látnak engem, hogy én sérültként is élsportoló vagyok, és én azt gondolom, ha én meg tudtam csinálni, akkor ők is meg tudják azt csinálni, hogy lemegyek egy parkba sétálni, vagy elmegyek egy olyan fajta rendezvényre, ahol mozgást tanul, táncot például, vagy egyéb mozgást tudok. A rekreáció azért, hogy én jobban érezzem magam, szerintem ahhoz igen. És az nagyon fontos, hogy mindig a kezdet, az első lépés nehéz. Tehát amikor az emberek már rájönnek, és egy belső érzés van, hogy hú, én ezt szeretném kipróbálni, akkor abban biztos vagyok, hogy ha egyszer kipróbálja, akkor elkezd ebbe belemélyülni, mert ez nagyon, nagyon nagy szabadságot és jó érzést ad. Az életmódváltáshoz nem is annyira a szándék hiányzik az emberek többségéből, hanem a félelem bénítja meg őket. Márpedig az nem csupán természetes, hanem le is győzhető. Ami újdonság az életében, vagy valami olyasmi, amitől fél, mert ugye mindig, az ember mindig fél az új dolgoktól. Az, hogy én azt meglépjem, az egy belső motiváció. Tehát nem hiszek abba, hogyha én nem akartam volna világbajnok lenni, vagy én nem akartam volna kajakos lenni, akkor azt bárki tudná belőlem kihozni, mert az ember önmagáért teszi. Azt gondolom, abban lehet segíteni,
hogy azt a nehézséget, hogy elinduljak, azt én meg tudom adni támogatásként, hogy az nem olyan nehéz, ahogy az emberek elgondolják, hanem ez egy könnyű, és utána már ez hozza magával. Rosszboro András áprilisban meséli majd el, milyen akadályokkal küzdött, milyen erőfeszítéseket tett, honnan fakadt a motivációja, és hogy miből nyert erőt ahhoz, hogy épek számára is elérhetetlennek tűnő eredményeket érjen el. Ha az ő példája kevés valakinek, az csak kifogásokat keres, mindenki másnak viszont inspiráló lehet mindaz, amit a Senior Tudástér című előadássorozat második alkalma kínál majd április 12-én. A Meséld el Amandának című podcastünk következő vendégéről, Varga Viktorról azt hihetnénk, mindent tudunk már, hiszen nyitott könyv az élete. Ő azonban azt mondja, mindig lesz mit mesélnie, hiszen ő maga is folyamatosan megújul, vele pedig új történetek is születnek. Varga Viktor az az ember, aki a szó igazi értelmében véve szabadon él. Szabadon, vagyis önmagának megfelelően. Van, akit ez irítál, más inkább irigy rá, és olyan is akad, akinek ez imponál. Akár így, akár úgy, sokan kíváncsiak rá, ő pedig sokat is enged látni magából. Annyira sokat, hogy azt hihetnénk, már nem is tud újat mutatni. Szerinte viszont ennek éppen az ellenkezője igaz, mármint hogy folyamatosan tud újat mutatni. Csak olyat tudok mesélni, amelyet még nem hallottak, mert egyszerűen csak ömlik az élet át rajtam, átfolyik. Szóval mindig van új történetem. Nem hiszek abban, hogy bármit is titkolnom kéne, főleg így, hogy igazából a feladatom az, hogy inspiráljam az embereket. Tehát szerintem minden téren inspirálnom kell őket. Küldetésként írni meg mások motiválását, de hogy az miben áll, hogy éppen mi most az a más, az elsősorban az ő aktuális érdeklődésétől függ. Most talán a sport lesz az, ami inspiratív, mert hogy izomból elkezdtem az egészséges életmódot folytatni. Eddig is úgy éltem, egyébként 8 éve folyamatosan jógázok napi szinten, meg tisztán étkezem, de az biztos, hogy kicsit beárnyalta most az építkezésem, és emiatt nem tudtam annyira konkrétan erre figyelni. Most viszont nagyon durván beleástam magamat, és egy berzerkir harcos leszek. Egy viking. Egy viking harcos. Igazából arra fogom inspirálni az embereket, hogy egyrészt mozduljanak meg, másrészt az örök fiatalságot keresem mindig. És meg fogod találni? Már rég megtaláltam. Hogy miben áll az örök fiatalság, azt talán megosztja majd azokkal is, akiket, ahogy mondta, motiválni szeretne. Ha pedig ők maguk is megtalálják az örök fiatalság kulcsát, remélhetőleg használni is fogják. Minden esetre addig mozogni, sportolni is elkezdhetnek, elvégre az is egy módja a fiatalság megőrzésének. Idén is igyekszik megkönnyíteni a szülők dolgát a Csokonai azzal, hogy a nyári szünetre egésznapos elfoglaltságot és felügyeletet kínál tábor formájában a gyerekeknek. Jelentkezni akár már ma is lehet. Hová kalandoznátok el szívesen idén nyáron? Érdekel a varázslók világa? Vagy inkább a foci kötle évközben is? Szereted a népi hagyományokat? Szenvedélyes társas játékos vagy? A tűzőnap helyett inkább behúzódnál egy hűvös barlangba? Vagy úgy gondolod, tudsz olyan jól játszani a hangoddal, mint egy szinkron színész? Még ennél is több lehetőséget kínál a Csokonai a nyárra. 10 héten át a legváltozatosabb programokkal várja a gyerekeket, óvodásoktól egészen a nagy kamaszokig. Sőt, a tavalyi nagy érdeklődés után idén is biztosítunk elfoglaltságot a nyugdíjas korosztály számára is. A részletes programkínálatot a táborok.csokonai15.hu oldalon tekinthetitek meg. Táborozzunk együtt idén is! Nagyszüleimmel a kertben és a természetben címmel hirdetett alkotói pályázatot a csokonai óvodások és általános iskolások számára. A legjobbnak ítélt alkotásokat kiállításon láthatják majd viszont. A gyerekek imádnak festeni, rajzolni, a kicsit nagyobbak meg fotózni, vagy akár térbeli alkotásokat készíteni. Ezúttal ezt is, azt is megtehetik, méghozzá egy verseny keretében. A nagyszüleimmel a kertben és természetben pályázatra nem csak rajzokat, hanem alkotásokat, tehát mindenféle installációt, tehát ami térben is elmozdul a papírról, akár ráragasztva, összeeszkábálva különböző tárgyakból, vagy akár a természetben található
termésekből, dolgokból, tehát installációkat, rajzokat, de akár fotókat is lehet küldeni erre a pályázatra. A nagyszüleimmel a Kertben és Természetben cím azért született, mert hogy nyilván a gyerekek, gondolok itt óvodások, kisiskolások és felsős általános iskolásokra, akiknek ez a pályázat megszületett, biztosan a nagyszüleikkel, akár a kertben, akár a balkonon nevelgetnek növényeket, akár otthoni dísznövényeket, akár gyümölcsfákat, termőnövényeket, dísznövényeket is a kertben, tehát ezekkel való ismerkedést próbálja megörökíteni majd ez a pályázat és ez a pályázati anyag, illetve aki nem csak a kertben játszik együtt a nagyszüleivel kertészkedést, hanem kirándulni is járnak, azok nyilván a természetben is találkoznak mindenféle olyan fával, virággal, gyümölcsel vagy akár állatokkal is, ami izgalmas kalandokat örökíthet meg ennek a pályázatnak a keretében. Úgyhogy biztatunk mindenkit, óvodásokat és iskolásokat is, hogy készítsenek rajzokat, fotókat, egyéb alkotásokat, amiben ezt örökítik meg. De a kiírás nem csak erre ad lehetőséget, hanem azt is megengedi, hogy egy csoda világba kalauzoljanak el bennünket a gyerekek, tehát mi lenne, ha bármi nőhetne a mama vagy a papa kertjében, ha abból a bármiből, csoda növényből, gyümölcsből bármit lehetne főzni, mi kerülne a tányérra, úgyhogy ezekről az elképzelt természetbeli vagy kertbeli kalandokról is lehet alkotásokat küldeni. Az A3-as vagy A4-es méretű pályaművek lehetőség szerint szkennelve vagy lefotózva küldhetők be a farkas.reka@csokonai15.hu e-mail címre, személyesen pedig a Kozák téri közösségi házban adhatók le május 3-áig. A zsűri szerinti legjobb alkotásokból kiállítás is születik. Hétvégén visszatér a jó idő, ráadásul előreláthatóan tartósan. Szombaton még felhők zavarhatják meg a napsütést, és a szél is élénk, néhol erős lehet, de délután már sokfelé koranyárias időre számíthatunk. 21 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap már sok napsütése van kilátás, felhők alig lesznek az égen. Csapadék sehol sem várható, és bár a szél helyenként megélénkülhet, a csúcs hőmérséklet így is 22 és 28 fok között alakul. Hétfőn és kedden folytatódik a napos, száraz idő, felhőkkel továbbra is alig találkozhatunk majd. A szél élénk, helyenként erős marad. Hétfőn 23-28, kedden 24-29 fokot mutathatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva is várjuk Önöket az elmúlt hét nap legfontosabb és legérdekesebb kerületi eseményeivel. Viszontlátásra!